Nem szeretik az egyenruhát a szerbiai nemzeti közösségek, derül ki a hivatalos adatokból. A szerb katonaságnál és rendőrségnél szolgáló nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek aránya alig haladja meg a 7%-ot. A Belügy és Védelmi Minisztérium célja, hogy a kisebbségek részaránya megegyezzen, vagy akár túlszárnyalja a lakosságban való részarányát. Ezért szerveznek olyan népszerűsítési előadásokat, mint a mai. Pripadnici nacionalne manjine možemo da im poručimo isto kao što poručimo i pripadnicima, da kažem, srpske nacionalnosti, da su svi apsolutno mogu da prijave se, da svi budu ravnopravni što se toga tiče studiranja, da nikakvi tu nema poteškoća, niti ima nekih barijera. Na konkurs prijavljuju i svakako pripadnici naših nacionalnih manjina, i Mađari, Slovaci, Romi, Muslimani i ostali, znači koji žive na teritoriji Republike Srbije i naši su državljani. A katonai hivatást főleg a biztos munkahely miatt választják. Az iskoláztatás ingyenes és ösztöndíjazott, azonban többletmunkával is jár, ügyeletekkel, őrségekkel, sportaktivitásokkal. Nem ritka lányok jelentkezése sem most már. Posle 5 godina smatraju nas ravnopravnim, znači borile smo se za to i uspele smo i jednostavno sve što oni rade, radimo i mi, imamo zajedničke terene, zajedno idemo na nastavu, vežbe. Jedino je što oni imaju posebno internat. Mint ahogy a kötelékben is kevés a magyar, a mostani előadáson sem volt sok vajdasági magyar fiatal érdeklődő. Hát, hogy meghallgassam, hogy miket csinálunk majd, hogy miről szól az iskola. Szerbia professzionális katonaságában a szerb nemzetiségűek aránya 92,64%. A 2002-es népszámlálási adatok szerint a szerbek a lakosság 83%-át teszik ki.